Hibátlan mérlegit szerette volna megőrizni a gázművek ellen az NTK, amely ebben a szezonban először nevezte egyik alapemberét, Szegő Leventét. Az első sorban Hakker Dezső 560 fával a nap legjobb eredményét érte el, megszerezve az első nyíregyházi csapatpontot. Mogyorósi Péternél ugyan jobbnak bizonyult riválisa, de a vendégek jelentős faelőnnyel várhatták a második kört. A középső sorba dőlt el véleményem szerint a mérkőzés, ugyanis Szegő Levente 0-2-es hátrányból fordítani tudott, egy nagyszerű iskolajátékot mutatott be a második 60 etapjában, és maga biztosan szerezte meg a fontos csapatpontot, míg mellette a Szojka Miki egy végig kiélezett csatában, az utolsó tarolásokban sikerült maga javára fordítani a csapatpontot, és ekkor látszódott már, hogy több mint 70 fával vezettünk, és 3-1 arányban, úgyhogy a Fehér Bélának és jómagamnak csak tartani kellett ezt a fát, meg még esetleg egy-egy csapatpontot bezsebelni. Ez a Bélának sikerült, nekem egy picivel alul maradtam, 2-1-es vezetésnél nem sikerült behúznom a harmadik szettet, de mit sem mond a csapat teljesítményéből. Egy nagyszerű csapatfát produkáltunk, 3200 húzfát. A nyíregyháziak szombaton az eddig 3 győzelem mellett egy döntetlent elérő és egy vereséget szenvedő Sajó Bábonyt fogadják a Városi Stadion Tekecsarnokában. Az ellenfél egy abszolút stabil középcsapat, idegenben is meglehetősen veszélyes. 2 játékost igazoltak, abból a Kazincz Balcikából, akik most idén a Szuperligában játszanak. Ott játékos túltengés van, azt lehet mondani, hogy mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás. Ismerjük egymást, tényleg abszolút baráti a két csapat között a kapcsolat, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csak nekünk számíthat ez a mérkőzés, ugyanis mi vagyunk az esélyesei, bízunk benne, hogy egy bármilyen arányú 6-2-es, 5-3-as győzelem, hazai győzelem lesz a mérkőzés végeredménye. Az NBA egy keleti csoportjának tabelláját az Eger vezeti 8 ponttal, a szintén 8 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó nyíregyházi Tekeklub előtt.